Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold be az öveket és légy be hozzánk a Parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Jó reggelt kívánok! Ez itt valóban a Tilos Rádió, a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, valamint a tilos.hu internetes felületen, benne pedig a Szokol Ébresztő című műsor, amely az űrös műsor, az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós, és szerencsére a mai gyönyörű hétfő reggelen nem egyedül jelentkezem ebben a stúdióban, ahol már ugye mallik a pitty, ahogy ezt Pál Andris kollégám szokta mondani, hanem magával, Pál Andris kollégámmal jelentkezem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Na, szóval remélhetőleg a kedves kollégák hallják odakint is az emberek, ezt mindjárt én is ellenőrzöm, minden esetre a jelszintünk úgy tűnik rendben van. MZ per X. Jelkezz, igen, na hát jelük ezek működik? Is. Működik? Igen, tökéletesen működik. Na most egyébként el kell, hogy mondjam, hogy ez itt a mai napon nem más, mint a 145. szokolébresztő, ami elég durva. Most mondom, szép kerek szám, de nem. Igen, de a 144, ami a legutóbbi volt, ugye egy műsor az egy órás. Na, az már az 6 nap. Tehát konkrétan 6 napon keresztül folyamatosan lehetne szokolébresztőt hallgatni, úgyhogy az ember el sem megy fundikálni. Úristen. Ugye, azért ez elég durva belegondolni, hogy mennyi szöveget termeltünk itt az elmúlt években. Én nagyon köszönöm neked is, hogy hát ugye ebből egy szűk év, és meg lesz az egy hét. Így van, meg lesz igen, az igen, egy igen, hét. Igen, most próbáltam kiszámolni fejbe, és sikerült. Igen, igen, tehát mert az ez a durva. Két hetente van egy adás, úgyhogy igen, nagyjából 26 hét múlva. Így van. Igen. Szóval igen, na hát akkor is itt leszünk. Most egyébként az időtartamokról beszélve, hogy mi mennyi ideje megy és hogyan, ugye az mindenképp egy érdekes dolog, hogy egyrészt egyébként ez szintén egy fun fact, hogy bár nem kapcsolódik szorosan a mai témánkhoz, de szerintem mégiscsak érdekes megjegyezni, nosztalgikusan, hogy van az amerikaiaknak ez a katonai jellegű titkos űrsiklója, ez az ember nélküli X-37B, ami fölmegy oda, nagyon sokáig csinál valamit, aztán leszáll. Ugye, többnyire nem tudjuk mit, mert ugye ez az amerikai űrparancsnokság, vagy hogy hívják ezt, amit létrehozott a Trump? Space Force. Igen, Space ez az űr haderőnek a... Hogy... Így van. Felügyelete alatt álló valami. Na most, de azért rendelkezésre voltak rajta NASA meg polgári kísérletek is, de ez csak annyiból érdekes tényleg, hogy az idő múlása, hogy ez tegnap szállt le, 908 nap után. És akkor erről eszembe jutott, hogy 2020 májusában, amikor még bőven volt a lockdown, akkor rakétafüst kollégával közvetítettük ennek a fölbocsájtását egy szokolébresztőben, és akkor rakétafüst kolléga még egy óvodás szakértő volt, most már iskolás szakértő, és ez a cucc, ami akkor ment föl, ez most 98 nap után jött vissza, ami azért elég durva, de az sem piskóta, hogy az internetes honlapotokon látható számláló szerint 602 nap napja, egy órája és... 58 perce. Igen, igen, nem várjuk meg, de még az adás ideje alatt elmondhatjuk, hogy 602 napja és szinte 3 órája fönt van a föld körüli pályán, vagy ez a starttól van számítva? Igen, 600... már sokkal izgalmasabb, igen. Mert ugye deployment meg ezek a folyamatokat, ja, hát az már nem, már pittyeg, az már nem számít, tehát de hogyha elindul a rakéta, az menő. Igen, a boldog békeidőkben a kazaksztáni Bajkonurban a kazaksz cseppét megrezgette az a Szajúz rakéta, amelynek a hegyében sok egyéb mellett ott volt kedvenc műholdunk, a GRB Alpha, és ennek a pillanatnak, hogy begyújtották a szovjet tudomány és technika gyönyörű vívmányának a hajtóműveit, ami pályára helyezte ezt az első magyar fejlesztésű asztrofizikai kis műholdat. Ennek bizony 602 napja, 1 órája, 58 perce és 57 másodperce. Na most... Ugye... Akkor nem ugyanazt nézzük? Hát 2-3 másodperc késés. Hiba határon belül, igen, persze. Igen. Na igen, ez egy érdekes dolog amúgy. Na, szóval a lényeg az, hogy jó sok ideje fönt van ez a pici műhold, ami ennek ellenére ugye döbbenetes módon számomra legalábbis még mindig működik.
működik, és hát ugye erre aztán, mint hogy ez a szokolébresztő kedvenc műholdja, ezért erre időről időre visszatérünk, és hát pontosan ez adja az apropót a mai műsorunkhoz is. Tehát, hogy ugye kedves gyerekek, a GRB alfa az azt jelenti, hogy a GRB, hogy gamma ray burst, tehát gamma felvillanásokat kutat az univerzumban megfelelő szenzorokkal, de hát ugye hallhattunk itt már sokszor, és ezek vissza is hallgathatók Andrástól is, meg Werner Norbitól is arról, hogy hogy zajlott a fejlesztés, meg mit csinált tulajdonképpen ez a kis szerkezet, meg hogy milyen gondok, bajok voltak bele, meg hogy ezeket hogy sikerült leküzdeni. Na de hát akkor itt az ideje az újabb ilyen leolvasásnak, mert azért nagyjából fél évente vissza szoktunk térni arra, hogy mi történik. Úgyhogy és azt is lehet tudni amúgy, hogy ilyen... Azt lehet tudni egyébként, hogy mikor beszélgettünk róla utoljára, itten és vagy Skype-on keresztül? Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert a Werner Norbival ugye múltkor szóba hoztuk, de hogy konkrét, ami mondjuk nem is volt annyira rég, de csak néhány szó erejéig, mert aztán őt inkább a több egyéb műholdas projektekről faggatta. De én azt gondolom, na, hogy... Na és az mikor volt? A Werner Norbi féle legutóbbi beszélgetés... Az, tudnám, azt... akkor sem emlékeznék rá, ami fordítva. Jó, mindjárt megmondom neked, hogy mikor volt. Egyébként ezt így elég jól ki fogom deríteni hamar, de jó, az jó. Biztos, hogy nagyságrendileg az olyan egy hónapja lehetett. De aha, tényleg jó. Akkor nem mentünk bele a részletekbe egyébként, tehát igazából nyugodtan tekinthetjük úgy. Amúgy igen, mert akkor főleg az volt a Werner Norbival, amikor beszélgettünk, ez tényleg egy hónapja volt, a 142. szokolébresztőben, ez pedig a 145. most. Aha, akkor az legyen másfél hónap, de kiszámolja. Így van, aha. Igen. Mert hogy ugye akkor pont az volt a téma, hogy sikerült oldalba pöccinteni a kis bolygót. Ja, igen, és igen, akkor csak igen, érintőlegesen igen. Hoztuk szóba azt a dolgot. Azt nem pöccintettük oldalba. Na igen, azt nem a GRB alfa csinált, a szerencsére, és szerencsére a GRB alfát sem pöccintették odébb egyelőre űrben repülő törmelékdarabok. Hál' Istennek. Hál' Istennek. Nekem is tegnap este még nem. Na igen, tehát hogy mi történik, hogyan telnek a GRB alfás hétköznapok, milyen felfedezések születtek az elmúlt időszakban, és különben is. Hát most azt el tudjuk azért mondani, ami szerintem viszonylag jó, most éppen puskázok, hát nyilván már miért tudnám fejből ezeket, hogy van ennek a szakterületnek, úgymond ennek a gamma felvillanásos szakterületnek egy ilyen kis elektronikus kiadványa, ez a GCN cirkulárok. Ezeknek az az érdekessége, hogy tulajdonképpen ez nem cikk, de egy ilyen kis gyors beszámoló, egy ilyen kis elektronikus beszámoló, hogyha éppen van valakinek vagy felfedezése, vagy megerősítése, vagy mindkettő. Tehát akkor ezt a világcsillagászait csinálják gamma felvillanásokkal kapcsolatban? Így igaz, így aha. Igaz. Ez hasonlít, mint a Minor Planet Centernek a cirkulár, hogy valaki felfedez egy kis bolygót, uh-huh. Mint tudom én, úgy potenciálisan eltalálja a Földet, vagy nem. Hogyha esetleg igen, akkor az ugye izgalmas kérdés lehet, ha nem, akkor mindegy, de akkor is egy ilyen kis gyors elektronikus report formájában ezt így föltöltik. Ebből elég sok született összesen. A legutolsó az 32.937-es sorszámot viseli, hát az ugye az elég sok, még gombócból is sok lenne, viszont az az érdekessége, és most pont ezt nézem itten így nagy elégedettségemre, hogy a legutóbbi, tehát konkrétan a 32.937-edik, az pont egy GRB alfás detektálás, egész konkrétan tegnap előttről. Ami úgy mondjuk úgy, hogy nem rossz. Most ugye az történt, hogy igen, pont ezért kérdeztem, hogy hol hagytuk abba. Igen, akkor azt tudom, hogy úgy, ha ott hagytuk abba, hogy akkor talán 3 vagy 4 gamma felvillanásról lehetett meg csak beszámolni, amikor mi együtt beszélgettünk. Igen, most már van 18, viszont ugye az érdekessége, hogy ezt az elmúlt másfél-két hónapban sikerült összehozni. Tehát ez egy tehát nem az, hogy hát izé beszélgettünk egy évvel ezelőtt, és akkor azóta még azért néhány csúran cseppent, hanem ez viszonylag most, ugye ez két dolog tette lehetővé, hogyha úgy vesszük, az egyik az, hogy végre valahára, ugye a nyár végén, helyen közel sikerült a földi állomásos rendszereket is annyira gatyába ráznunk, hogy na, akkor most már viszonylag megbízható a kommunikáció, hát viszonylag. Úgyhogy ez mindenképpen egy előrépés, és akkor ennek a lendületnek a felhasználása, hogy na, most már egész jól tudunk újra beszélgetni a műholddal, akkor küldjünk fel valami kis szoftver frissítés, amivel még hatékonyabbá lehet tenni ugye az adatgyűjtést, és akkor még többet le tudunk hozni, és akkor stb. És akkor tulajdonképpen ennek az eredményét látjuk most, hogyha úgy vesszük, hogy már
már egész nagy valószínűséggel tudunk megerősíteni. Gamma felvonások, nem mondom azt, hogy mindegyiket, amik láthatóak, de azért már úgy majdnem mindegyiket. Tehát most a cél az ténylegesen, hogy mondjunk egy nulla és egy egy közötti számot, az, hogyha valami GRB-t a GRB alfa éppen látott, akkor azt mennyi valószínűséggel tudja kimutatni. Uh-huh. Nyilván ez a szám ez egynél kisebb lesz, mert nem lesz minden, mert ugye a többi műholdnál a detektor azért határozottan jóval nagyobb, de kérdés az az, hogy másik műhold az mondjuk felfedezi, akkor mennyire tudjuk mi kimutatni, mennyire látszik, mennyire nagy a jel. Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen jó kísérlet. Hát itt ugye van egy ilyen egyszerű akadály, ami ezt ugye nem teszi lehetővé minden esetben, ugye az, hogy a műholdról nézve azért az égnek azért majdnem a felét kitakarja a Föld. Uh-huh. És az a GRB az legyen akármilyen faszak is esemény odafönt, ugye a második legnagyobb robbanás az univerzumban, az ősrobbanás után, stb. De azért a Földön azért az nem süt át. Aha, világos. Tehát azért azt eltakarja, ezt mondjuk lehetne venni egy ilyen azt szerintem az politikailag korrekt, ugye a 2/5. Igen, uh-huh. az 40% valószínűséggel azért kitakarja, 60% valószínűséggel nem. Uh-huh. Úgyhogy az egy viszonylag jó arány. Plusz még ugye van az, hogy ez a műhold hát ugye poláris, vagyis nem poláris, napszinkron pályán kering, tehát azért úgy másfél óránként kétszer azért bemegy a északi meg a déli sark fölé, ahol túl sok a sarki fény, főleg mostanában, ugye a naptevékenység is nő, emiatt ott van egy akkora háttér, ami alatt hát sajnos ezek a detektorok ugye viszonylag el vannak vakítva. Na igen, ezt akartam kérdezni, mert hogy őszintén szólva az oké, hogy most ennyi észlelés történt, de ugye azt értem, hogy a szoftver frissítés az remek, de hogy egyébként a műhold ugye természetesen azt csinálja, hogy eleve csak ugye azokat az adatokat küldi le, amit ő már egy előszűrés alapján érdekesnek talál. Nem, olyan nem. Adatokat kérünk le tőle, amit mi érdekesnek találunk. Ja, ez az. Igen, na jó, igen, úgy igen, értem, igen. De hogy... Tehát ez benne van a pakliban, mármint mi a paklinak az ellentéte, a lista. Igen, aha. Tehát rajta van a listán, hogy... előbb-utóbb azért egy olyan kis programocska is föl fog menni rá, ami magától aha. keres ilyen valamiket. Most egyébként annak hatására, hogy viszonylag sok adatot le tudunk hozni, és ja, értem. Tehát nem csak az, ami érdekes, aha. hanem azt is le tudjuk hozni, hogy nem érdekes. Magyarul értem. Meg tudjuk azt nézni, hogy na, akkor itt a Földön milyen algoritmusokat kéne jó, fölprogramozni akkor... ahhoz, hogy ezt, okay. ezt odafönt is meg tudjuk csinálni. Akkor tényleg az van, hogy igazából azért mértetek sokkal több gamma felvonást az elmúlt másfél hónapban, mert igazából több adatot tudtok lekérni. Végül is. Tehát nem azért, mert mondjuk finomabb lett az a szűrő algoritmus, ami bejelez, mert én azt gondoltam... Az is olyan értem, hogy finomabb lett, hogy az időfelbontást is tudtuk növelni. Ja, értem. Tehát azért spektrális felbontás, energiafelbontás, tehát ez nem csak azt jelenti, hogy hanem az, hogy még maga a mérési módozat is, hát úgy mondjuk úgy szép szóval, hogy faszább lett. Na, hát ez gyönyörű. Jó, hát ez nagyon jó. Ugye voltak kommunikációs problémák, igen. ami egy időben úgy tűnt, vagyis nekem legalábbis úgy tűnt, hogy megnehezíti azt, hogy egyáltalán lehet-e szoftver frissítést felküldeni. De ezt hogy sikerült áthidalni? Mert az volt, hogy a műholdnak ugye van két antennája lényegében, vagy két igen, kommunikációs igen. sávja, igen. és abból az egyik, ami az elsődleges lett volna, ő lehúnyt a pici szemét. Igen. És ez így is maradt. Hát ez azóta sajnos még így is maradt. Néha próbálunk vele úgymond kapcsolatot létesíteni, nem rádión, hanem a másik sávon keresztül a műhold belső összeköttetésein át, és az úgy nem sikerül. Legutoljára azt hiszem tegnap előtt nem sikerült. Uh-huh. De ez egy viszonylag hosszabb szünet, tudnám, de már hetek, sőt inkább hónapok óta nem néztünk rá. Ugye a tápfeszültségekből azért látszik, hogy mi a helyzet, és nem volt sok remény hozzá, de kiderült, hogy tényleg nem működik, úgyhogy aha. ez valójában azért ez ilyen szempontból jó, hogy nem működik, de ezt legalább konzekvensen teszi. Aha. Most ezt nézem, hogy itt valami zakatol itt nekünk az adásban, de elképzelhető, igen, hogy ez kintről jön, vagy ez maga a klimatológiai berendezés. Hát így ebben a sorrendben. Most vagy egy közeli klíma, vagy egy távoli légkalapács most így. Igen, igen, minden esetre elnézést kérünk ezért a hangeffektért, amit én amúgy nem hallok annyira, csak a fülemben a fő érdekes. Tehát na most én is meghallok. Na, gondolom, okay. hogy mit hallok a fülemben. Jó, szóval igazából úgy emlékszem, hogy azt mondtad, hogy például a magyarországi állomásról piszkéstető ebből igazából nem is tudtok felküldeni adatot. Így igaz. És akkor igen, az Csehországból megy föl? Nem, most konkrétan Kassáról küldjük. Aha. Kassáról. Ugye az lett volna az elsődleges állomás, csak az még a felbocsátás időpontjában nem volt teljesen kész.
és akkor tértünk át a Brunói állomásra. Aha, aha. Azt kezdtük el használni, és az úgy szépen működgetett, nagyon jó, egészen addig, amíg a műhold működgetett, vagy hát műholdnak ez a most már sokat idézett rádiómodulja működött, aha. És amikor az elkezdett nem működni, na akkor kezdtünk el egy kicsit úgymond pánikba esni, hogy na akkor mi lesz, és akkor így az első megoldás az, hogy a Brunói állomáson legyen a másik sávban egy jó kis felfeleküldés. Ezt ki is próbálgattuk, működgetett is, de azért nem volt nagyon megbízható, leginkább azért, mert kicsi volt a teljesítmény, tehát hogy sejtettük, hogy oké, ez jó lesz, de azért nem. A másik sávban abban nagyon jó volt. De igazából ez nem is az állomásnak a sara úgymond, ha úgy vesszük, hanem az, hogy ez a földgolyó, ez sokkal zajosabb a másik sávban. Aha. Mert sokkal, sokkal gyakrabban használják ezt a frekvenciasávot mindenféle olyan házi dologra, hogy mit tudom én, ilyen, most mondok valami garázskapu távirányítótól kezdve a kis autón át a minden vacakig, ami ilyen kis rádiós, kis zsebkütyű szintű dolog, az úgy nagyjából ezen a sávon kommunikál, hát pár megahertzel odébb, de azért viszonylag közel, azért ezért összességében az azt jelenti, hogy ott azért nagy a zaj. Nagyobb a zaj. Ugye most is látjuk, hogy azért, hogyha keletebb Európa fölött megy el a műhold, akkor sokkal könnyebb vele kommunikálni, mint hogy nyugatabb Európa fölött megy, mert ott Nyugat-Európában több az ilyen kütyű, mint Kelet-Európában, hát akárhogy is nézzük. Igen, ugye többek között az ilyen elektroszmog vagy rádiózaj feltérképezése is például a műegyetem egyik másik kis műholdjának ugye a feladata. Így igaz. Smog 1, Smog P, Smog 1, 2, N, nem tudom, hogy van. Na most felvetődik a kérdés, hogy egyáltalán most neked mi a tippet, hogy a GRB Alpha meddig fog működni, illetve mik a tervek? Tehát az Alpha elnevezés a jövőben, ugye a GRB Alpha utára, tehát hogy ugye az alfa az azt implikálja, hogy azért még van néhány betű a görög ABC-ben. Még 25, igen. Ha jól számolom. Hát nem, még 23. A beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omikron, pi, rho, sigma, tau, ypsilon, fi, ki, psi, omega. Még 23. Igen, akkor jó. Igen. Kostina. Na, tehát. Miért lett volna, hogy úgy kezdtük mondani, hogy GRB, omega, és akkor köszönjük. Lehet szépen, menni vissza fel. Na, igen, szóval az alfa az mindenképp azt implikálja, hogy ez még csak valaminek a kezdete, de nem a kezdet vége, vagy hogy mondjam, na mindegy, szóval a bölcsességeket hagyjuk. Tehát, végnek a kezdete. Igen, ehhez még korán van. Igen, azt hiszem. Szóval akkor hogy is van ez? Látszik-e a gamma foton az alagút végén? Vagy mi? Hát ugye az első kérdés, hogy mi volt? Ja igen, az, hogy meddig fog ez működni? Igen, ez na, igen. Erre egy határozott igen a válasz. Ugye, ahogy mondani világos, szoktuk. Világos, persze. Ezt először építettetek műholdát, tehát hát, honnan tudnátok? Igen, de nem is az, hanem most nem azt mondjuk, hogy minden nap ajándék, de valamilyen értelemben itten bármi lehet. Ugye, ami most egy kicsit úgymond aggodalomra adható, az, hogy naptevékenység a szeret most éppenséggel növekedni, és hát az nem biztos, ja, fékezés. Az olyan élettartam, meddig fogod keringni. Igen, mind a kettő érdekes. Meddig fogod prüntjövni. Hát illetve a kettőnek a minimuma. Tehát, hogy melyik az, ami előbb bekövetkezik, ez se triviális kérdés. Tehát ugye a maszatnak, ami kb. Ugyanez a mérettartomány, ugyanek ilyen pályán nagyjából, annak ugye végül az vetett véget, nem? Hogy lefékeződött a légkörbe és lepottya. Az jóval alacsonyabbról indult. Jó, így van. Az jóval alacsonyabbról indult. Igen, itt azt hiszem olyan 20 év körül van a pálya, ja, én tartom. Aha, most már azért látjuk, hogy szépen megy lefele. Tehát azért másfél év alatt esett annyit a pálya magasság, hogy igen, most már gyorsul. De igen, mondjuk tehát el a hallgatóknak, hogy azért ez azért függ össze a naptevékenységgel, mert ugye az van, hogy amikor nagyobb a naptevékenység, akkor igazából a felső légkör kitágul. És akkor jobban fékeződnek a műholdak. Igen, de ugye ez a műhold az elég kicsi és kompakt és nehéz, ugye főleg azért, mert ugye ezek a gamma detektorok azért viszonylag nehezek, ugye eleve ez a cézium-judit kristály, ami benne van, az nehéz, az benne van egy kis dobozban, ami szintén nem könnyű, és még le van árnyékolva ólommal, na most az aztán tényleg nehéz. Úgyhogy azért ezt így lehet látni. Egyébként ennek vannak ilyen érdekes implikáció is, hogy bugdácsol a műhold, és elég viccesen. Tehát úgy néz ki, hogy ez a tipikus, hogy mondják, ez egy kaotikus forgás, igen, vagy nem is tudom, az úgy ott megvalósul. Én annak idején számoltam ilyesmit még a maszat előtt, ugye, így, akkor igaz. Ugye az volt, hogy... De akkor inkább egy mágneses teres dolgokat csináltál. Igen, mert ott az volt az ötlet, hogy azzal lehetne a forgást stabilizálni, hogy ugye, mivel hogy az is egy poláris pályán keringő műhold volt, ezért igazából a legegyszerűbb dolog, amivel a helyzetet tudja tartani, az az, hogy egy mágnes beleraksz, és akkor az iránytű, a mágneses irány
befordul. Na de hogyha a tehetetlenségi nyomatéka a műholdnak az, hogy mondjuk kellőképpen lassan fordul rá, és mivel egy poláris pályán kering, ugye, tehát kb. Majdnem átmegy ugye a mágneses pólusok fölött. Van, amikor tényleg átmegy, de a lényeg az, hogy nem egy szép egyenlítői pálya, ahol mindig ugyanarra van éjszak, úgymond a műholdhoz képest, érted? Hanem az, hogy tulajdonképpen van éjszak. Igen, ja. De a lényeg az, hogy amikor átmész a sarkok fölött, akkor ugye az forgatja a műholdat. Így igaz. Na most rá, de hogyha ez a forgási időskála az összemérhető a keringési idővel, ami másfél óra, akkor összemérhető. Igen, már pedig egyébként összemérhető, akkor elkezd össze-vissza bukdácsolni. Hát bizonyos esetek esetén. Most ezt kellett akkor annak idején felmérni, hogy van ez a dolog. És akkor a Várhegyi Zsolt kollégával ottan csináltunk ilyen számításokat, hogy tegyük fel, hogy kocka alakú műhold. Egyébként az bejött? Hát szerintem nem. A számítás annyiból jött be, hogy azt találtuk, hogy a maszat esetében nem kellett től tartani. Mert hogy ahol igazán kaotikussá tudná válni a bukdácsolás, mondjuk éppen annyira, hogy mondjuk a rádióvételt károsan befolyásolja, vagy mit tudom én, mert annyira össze-vissza forogna, hogy ez az egy szem ugye emlékezetes, hogy hívják ezt, mérőszalagból kialakított egy szem dipolantenna, ami kiállt belőle. Volt az monopól is, de köszönöm. Ja. Igen. Szóval a lényeg az, hogy a rádióvételt a bukdácsolás a valós paraméter tartományban nem befolyásolja, ez jött ki. És kiderült, hogy tényleg. Igen, tehát, hogy igen. De most a ti esetek az annyiból lehet, hogy más, hogy lehet, hogy pontosan emiatt... A rádióvételből látjuk, hogy igen. Bukdácsol. Amúgy ez baromi érdekes, tehát ebből kéne írni cikket. Hogy bukdácsol? Igen, vagy, hogy bukdácsol. Tehát, hogy ez mennyiben stimmel egy ilyen egyszerű modellel, mint azt láttuk, hogy a... Az elején lassult a forgás, szóval 72 másodperc volt a forgási periódus, amikor elkezdtük úgy igazán megnézegetni egy kicsit jobban. Utána az fölment majdnem másfél perc, tehát ilyen 90-100 másodperc köré, és most megint fölgyorsult. Tehát azért mondom, hogy ez nem teljesen magától értetődő, hogy ez mit csinál. Ugye az is érdekes, hogy van benne ilyen mágneses disszipáló, ilyen örvényáramos disszipáló, ami hasonló módon működik, mint ahogy ugye a indukciós főzőapát adja az edényzetnek ugye az energia, vagy mi ez a, ugye a, hát az elektromágneses energiából csinál, ugye. Igen, és az csillapítja. És ugye a forgást. Ugye energiát. Igen, ezt a Zsolt is, igen, ugyanez volt. Csillapítaná a forgás, de valahogy mégsem, mert ugye maga a külső mágneses tér, meg a fedélzeti kis mágnesek, azok együtt adnak adni plusz forgató nyomatékot, hogy hát oké, hogy valamit eldisszipált, de valahonnan az vissza fogja kapni ezt az energiát, az egy részét legalábbis biztos. És akkor most, ami kezdetben 70-valahány másodperc volt, az most hát most mennyi? Így ennyire precízen nem néztük meg, csak a rádióvételeknek az erősségéből lehet azt sejteni, hogy hát igen, ez most egy kicsit gyorsabb, most ilyen 40-50 másodperc körülre tudnám belőni. De ugye ez kicsit érdekes, mert ugye a rádióvételből az kicsit olyan, mint a krumpli alakú kisbolygó, tehát mindenhez összekapcsolódik. Tehát az, hogy annak a periódus az valójában a kétszerese, vagyis hogy a fele, mert ugye a dipólantenna, ami ugye rajta van a műholdon, az ugye két irányba nem sugároz. Jó, de mivel hogy ti azt úgyis mindig tudni akarjátok, hogy melyik irányból villan a gamma, ezért valahonnan van nektek eleve adatotok arról, nincs. Hogy merre áll a gütyű, nem? Nincs. Ez a szép a dologban, ja, hogy jó, nincs. Okay. Egyébként ezt még akartam is mondani, nem tudom, hogy mennyi időnk van, még van időnk. Rengeteg. Hogy az is egy ilyen érdekes kihívás, hogy látjuk ezeket a gamma fel, oké, nagyon szuper, minden jó, de akkor ezt be kéne úgymond kalibrálni, hogy oké, hogy ekkora jel, de az ténylegesen mekkora volt, ugye pont azért, mert ugye műhold az bukdácsol, így lehet, hogy a detektor néha éléről látja, néha lapjáról, hogyha lapjáról, akkor erősebbnek tűnik, hogyha éléről, akkor nem. Ugye ez viszonylag egyszerűen, és egyébként ugye a gamma adatokban is teljesen jól lehet látni ugyanazt a modulációs periódust, főleg akkor, hogyha nem is a gamma sugárzást nézzük, hanem a földi részecske háttéret, amit pont ugye a sarkoknál nagyobb, az egyenlítőnél kisebb, hogyha naptevékenység nagyobb, akkor általában nagyobb lesz, stb. Tehát ezt egész jól lehet látni. Egyébként egész sok izét is láttunk, hogy hívják ez, napkitörést. Igen, a napkitörésnek megfelelő eseményt, amit egyébként az összes többi gamma műhold is ugyanúgy lát, tehát simán lehet, hogy beriasztanak, hogy itt volt valami érdekes, és akkor mindenki rácuppant, hogy ja, csak egy napkitörés volt. Tehát az ez is elő szokott fordulni. Biztos ennek is megvan a relevanciája, mert ugye ami valakinek zaj, az másnak jel, vagy ami valakinek jel, az másnak zaj. Igen. Tehát ugye azért ebből is nagyon szép vicces táblázatokat lehet csinálni. Igen.
hogy mi az, ami érdekes. Igen, igen, igen. Na, egyébként pont ez a szó... One man's noise is another man's signal. Ugye, hogy az ősi angol mondás igen, tartja. Igen, hogy spanyol mondja. Igen. Igen. Na, de nem is ez az érdekes, vagy jó, ez is érdekes nyilván, hanem az, hogy mennyi ideig fog ez működni. Ugye a pálya élettartam az olyan 20 éves nagyságrendben van. Ugye 25 év az elméleti maximum, ami a gyakorlati jogi, vagy nem tudom milyen maximum, mert ott már, annál több az már úgyse, meg akkor már űrszemét lesz belőle, meg ilyenek. És most, amikor frissítettem ezeket az algoritmusokat, szoftvereket, meg föltöltöttük ugye az újabb verzióját, meg ilyenek, akkor abba került egy ilyen egyszerű kis fájlrendszerszerű funkcionalitás, és ugye magukat a méréseket is ugye le lehet tárolni fájlokba, és ezeket a fájlokat, vagy a fájloknak kisebb darabját úgy letöltjük, ugye fajék egyszerű, pontosan ugyanúgy működik, mint bármi más, amit ugye az ember megszokott. És akkor valami módon, ami igazából az, hogy oké, hogy most kapott egy frissebb szoftvert a cuccmány, de azért maradjunk kompatibilisek a régivel is. Ugye van egy ilyen megkötés, ugye ez a backward compatibility, meg forward compatibility, ez egyébként is egy ilyen vicces dolog, de nem is ez a lényeg, hanem hogy ahhoz, hogy megtartsuk a régi rendszerrel is a kompatibilitást, ahhoz limitálni kellett a file neveket, és sajnos csak 9 karakter lehet. Oh. Hát, nem olyan vészes az. Elég és sok akkor ugye, info belefér. És akkor egy-két betű, néhány szám, meg egy kiterjesztés, és akkor az úgy teljesen jó lesz. És akkor fölmerült az, hogy amikor kiderült, hogy hát ne azt csináljuk, hogy egy napnyi adat megy egy fájba, hanem az, hogy kicsit osszuk fel, hogy még 6 órányi mérés, vagy 12 órányi mérés menjen egy fájba, akkor azt jelenti, hogy a dátum végén kell egy betű. Viszont, hogyha csak 9 karakterbe akarunk elférni, akkor kiderült, hogy hát az, hogy beletegyük az év, hónap, nap, tehát így 6 karaktert, amit úgy az ember megszokott, mint dátum, hogy az úgy kb. Elég, akkor így gondolkodtunk, hogy hát egy betűt ki kell szedni sajnos, mert különben ezek a tört napok nem fognak beleférni, és akkor nagyon átláthatatlan lesz, plusz még legyen az egész ABC sorrendben, meg egy-két ilyen hülye kényszer azért még itt volt. Jó, de hát a Julián dátum az eleve csak 5 vagy nem, vagy hát igen, az úgy nehéz számon, tehát vicces a Julián dátum, de azért fejben, amikor az ember úgy prüntyögteti a műholdat, és akkor gondolkodik, úristen, hanyadika van ma, azt is nehéz kitalálni, hogy ma hanyadika van, az 14-e talán. Igen. Na azt is nehéz kitalálni, mert nem mondom, ugyanezt Julián dátumba szól. Na jó, mondom, igen, ez annyiból érdekes, nyilván, hogy feltételeztem, hogy az ilyen beteg lelkű csillagászok, akik írják azt a listát, hogy azok úgy is föltüntetik azt is, de... Persze, vannak olyan műholdak, úgy érhető az adat, hogy évszám, de így 4 karakter furra kiírva. Aha. Hát ez optimizmus. És akkor utána meg nem a hónap nap van, mert az milyen durva már, mert az 4 karakter, hanem az éven belüli nap, mert hogy az 3. Na, az teljesen átláthatatlan. Teljesen kretén. De azért az évszámot kírják 4 számjegyen, nagy optimistán. Igen, azt kírják 4, de azért. Hát tudja, hány évszázadig jön le az adat. Na, és akkor pont ezen röhögtünk a srácokkal, hogy hát milyen izé, hogy akkor hogyan vegyük ki, és akkor hát vegyük le az évtizedet, mert hogy minek. Ja. És akkor így, hát ne vegyük le. Aha. És akkor legyünk azért merjünk optimisták, hogy azért mondjuk 8 év múlva is működik a dolog. Van esély egyébként, tehát abszolút nem utal semmi arra, hogy azért, hát hogyha a másik rádiómodul is azt mondja, hogy csütörtök, akkor nyilván egy kicsit takarékra kell tenni a dolgot. De ettől függetlenül azért ennyit kibírt, akkor már miért ne bírna ki még. De ettől függetlenül azért ennyit kibírt, akkor már miért ne bírna ki még 7-8 évet. Hát az évszám lehet hexában, na minden jó. Igen, tehát lehetne trükközni, persze, abszolút. Ja igen, mert hexában ugye egészen 4096-ig jók vagyunk, addig csak 3. És ugye a hónap is csak 1. Na jó, ez durvul a téma. Na igen, szóval az egy jó dolog, hogy na, visszatérve arra, hogy itt ugye vannak valami villanások a világűrben, amikor ugye villan a gamma, amire mondod, hogy az ősrobbanás óta a legnagyobb villanásokat ezek a folyamatok produkálják, amikor nagyon távoli galaxisok hirtelen azt mondják, hogy puty. És ugye az az érdekes, hogy ez kb. Nyilván azt kéne tudni, hogy ez honnan gyűn, de hogy igazából amit a GRB alfa csinál, az körülbelül annyi, mint hogyha mondjuk egy úszómedencébe bedobsz egy kavicsot, de te csak azt nézed, hogy ott az úszómedence szélén mekkora a vízszint. Tehát, hogy nem... És ez most nagyon költői volt, hát az igen. Most próbálom visszafordítani. Hát, hogy jön egy hullám, és akkor egy helyen megnézed, hogy, hogy,
hogy mit észlelsz, de abból ugye csak akkor tudod megtapasztalni, hogy hova dobtad be a kavicsot, hogyha több helyen, több helyről nézve is megnézed. Ja, persze. Na és akkor ugye ez lenne az ötlet, kedves hallgatók, ugye? De ezt kérdezem tőled, hogy ugye ez még mindig áll le, hogy az a terv, hogy minél több ilyen kis bigyó legyen egyszerre, hogy ilyen háromszögelési módszerrel meg lehessen csinálni azt, hogy honnan jött a gamma felvillanás abból, hogy mondjuk GRB alfának sok kis testvére fölkerül a föld körüli pályára, vagy akár messzebb, mit tudom én, ugye? És hogy most vannak-e ilyen irányú tervek? Azt tudom, hogy közben fölment valami még egy szlovákiai, vagy cseh, vagy nem tudom. Szóval, ja igen, volt meg a vezetőlőszat kettőn, vannak igen. Még ugyanilyen detektorok. Igen. Na, az például egy jó kísérlet lesz, ott hasonlóak a detektorok, tehát maga a detektornak a alakja, mérete, valami az hasonló, csak máshogy van rácsavarozva ugye a műholdra, és ráadásul ott kettő is van belőle, mert ott több de nagyobb azt, volt a hely. De azt is ugyanolyan felbontással? Tehát most például a te software update-edet, amit feltettetek a GRB alfára, ugyanaz a típusú adatkezelés az megvan a cseheknél nem. is? Aha. Még nem. Aha. És itt ez a hangsúly még nem, aha. Mert most ezt egy kicsit még itt reszelgetjük, meg lesznek az első tapasztalatok, és akkor utána egyébként a cseh kollégák már azt mondták, hogy persze mehet, tehát menjen föl majd a cucmány. Egy picit ugye a szokásos dolog, hogy picit úgy le kell tesztelgetni, kicsit úgy át kell nézni, hogy minden oké-e, mert a maga az adatgyűjtő az majdnem teljesen ugyanaz, viszont amiben egy kicsit különbözik, az a műhold belső kommunikációs csatornái, hogyha úgy vesszük, az más. Az más a GRB, a FAM, más a Zulusat kettőn, tehát ugyanaz a szoftver egy az egyben nem mehet föl, csak egy-két kisebb módosítással. És azt az egy-két kisebb módosítást, azt még azt is viszonylag könnyű megcsinálni, mert jól emlékszem, akkor nagyságrendileg 5-10 sor a kódban. Tehát ilyen, most ilyen pár tízezer sorról beszélünk, tehát tényleg nem egy nagy idő. Viszont ott azt elég alaposan ki kell tesztelni, mert hogyha bármi van, akkor hát az ciki. Akkor ugye nem lehet beszélgetni onnantól kezdve. Szóval nem mondom azt, hogy kizárjuk belőle magunkat, mert újraindítjuk, akkor bemegy safe módba, és akkor onnan még kikaparható, de azért nem akarjuk ezt végigcsinálni. Ezt akartam kérdezni, hogy amikor az ember szoftvert frissít egy műholdon, mondjuk, akkor ugye van az a protokoll, hogy mondjuk megtartja az eredetit is, és ha valami gebasz van, úgymond, vagy hiba áll elő, akkor ugye az van, hogy automatikusan ilyen alvó üzemmódba kerül, és újraindítja a régi Régit? Nem. Vagy most van ilyen biztonsági valami? Mert a NASA-nál ezt szokták csinálni, ezt tudom, hogy van két számítógép a szondán, és ha feltöltesz egy szoftver frissítést, azért ott van a régi is mellette mindig, és hogyha bármi gebasz van, akkor arra van, hihetetlen, bármi hiba áll elő, akkor ugye arra van betanítva a berendezés, hogy ezt múltkor egyébként az 40 éve repülő Voyager űrszondák, de 45 éve repülő Voyager űrszondákkal kapcsolatos adásban elmondtam, hogy ott ugye erre vannak betanítva a szoftverek, hogy újrainduljon akkor a régivel, hogy nehogy valami izé legyen. Tulajdonképpen itt is lehetne ilyet csinálni, aha. Itt nem teljesen ez van, ugye ugyanúgy az van, hogy az adatgyűjtőben is van két csatorna, vagy két aha. kis számítógép, attól függ, hogy vesszük, és ott általában az a megoldás, vagy az lett a megoldás, hogy tudja az egyik klónozni magát a másikra. És hogyha az egyikre föltöltjük, és akkor oké, látjuk, hogy minden oké, rendben van, akkor leklónozzuk a másikra, és akkor úgy is jó. Igazából itt nem az a szűk keresztmetszet, hogy ezt hogy csináljuk meg, inkább az a probléma, hogy maga ez a safe mód, vagy nem is tudom, biztonságos mód, amit hívhatunk akár ilyen bootloader módnak is, az mit tud. És az a baj, hogy a Vezelőszaton meg a GRB alfán azért nem olyan sokat. És itt az van, hogy föl lehet rá ráncigálni onnan is egy új szoftvert, hogyha a régi az, vagy nem, a régi új, úgy régi, ja, hogy értem. Mondják ezt. Tehát van egy régi, az ember föltölt egy újat, de az kiderül, hogy nem jó, akkor az ember az bebootolja, és kiderül, hogy már arra se képes, hogy önmagát frissítse, vagy az önmaga frissítését lemenedzselje, akkor vissza kell váltani safe módba, és akkor ottan ezt meg kell csinálni, de az sokkal macerásabb. Értem. Aha. És így, ha úgy vesszük, akkor meg lehet csinálni. Most az az egyik metódus, hogy ez egy kicsit ilyen szoftverreszelgetési házi feladat, hogy majd, hogyha lesz ennek következő műholdak, vagy bármilyen egyéb kísérlet, akkor ez már legyen egy fokkal kiforrottabb. Na, de jó is, hogy visszakanyarodtál a következő műholdak kéréséhez. Szándékosan. Na, igen. Ugyanis.
Igen. Mert, hogy, hát, hogy ugyanis, hogy mi lesz a görög ABC maradék 23 betűjével. Igen, a GRBB-t az már rajta van a listán, úgyhogy az már folyamatban van. Ott tulajdonképpen az lett volna a megoldás, hogy szokásos, hogy nagyon gyorsan csináljuk meg, és az első adandó alkalommal, amit a szlovák kollégák nyertek, ugye az Ariane 6 Maiden Flight-on való indulás jogán keresztül, azt építsük meg, csináljuk meg, és akkor mivel jaj, ezt nagyon gyorsan az le kell adni. Van. Akkor kettőt kérünk, vagy mi? Nem, ugye az van, hogy emlékszem, hogy a Masat 1 az pont azért volt úgy kb. Ingyen indítva, mert az volt a Vega nevű ESA rakétának a Maiden Flight-ja, és akkor az ESA felajánlott egy ilyen lehetőséget, hogy gyakorlatilag hát minimális költségért. Gyakorlatilag szinte nulla start költségért menjen, hiszen a rakéta első útja, tehát ugye ez az, amire ilyen betonkockákat, meg Tesla roadstereket, meg ilyesmiket szoktak rárakni. Ja, tehát nem igazi hasznos terheket, de mondták, hogy haszontalan terheket, de mondták, hogy mekkora jó fej lehetőség már ez ilyen műegyetem és a többi egyéb ilyen izéklik fel. Na, de most akkor ugyanez a sztori, mert az Ariane 6 azért igen, az igen, új igen, a sztori hasonló, de hogy milyen pénzügyi vonzata van, azt nem tudjuk. Nem tudjuk. Jó, oké. Hát egyébként valószínűleg pont azért. De biztos kedvezmény. Biztos betetett, ez akciós, igen. Igen. Igen, igen, benne volt a prospektum, tehát akciós. Igen. Aha. Úgyhogy ezen dolgozgatunk, hát ugye itten az egyik fő motiváló, pont az ilyen szoftveres dolog, hogy maga a hardware az végső soron jó, ott tudja, amit tudnia kell. Ugye a detektor érzékenységén gyakorlatilag nem igazán lehet javítani ugye ekkora méreskálán, mert ugye ez a méret ezt tudja. Tehát ekkora 7x7 vagy 8x8 centis felületre, hát ha ennyi gamma foton érkezik be, ennyi gamma sugárzás, akkor ennyi. Tehát azt úgy nem izé, azt úgy viszonylag nagy hatékonysággal kiméri, ottan azzal nincs probléma. De hogy az magán az adatgyűjtésen, vagy az adatgyűjtőrendszernek a visel dolgain hogyan tudunk optimalizálni, az rajta van a listán, és pont ezek a szoftver frissítéses, bootloaderes, stb. Dolgokon, ezen például egész sokat lehet javítani. Uh-huh. És akkor meglátjuk, hogy milyen lesz a rendszer, és akkor ennek függvényében tud menni. De egyébként tényleg ottan az a filozófia, hogy ami működik, azt ne javítsuk meg, mert hogy azért a GRB alfán nagyon sok minden működik. Persze. Ugye, amin még lehet javítani, az pont ez a rádiós kommunikáció, úgyhogy abban is egy kicsit így belefolytunk, hogy hogyan lehet azokat a ilyen hibajavító algoritmusokat, meg ilyesmiket fölprogramozni magán a kis műholdon, de nem a műholdon, mármint nem a hasznos terhen, ami ebben az esetben ugye a GRB detektor, hanem azon az oldalán a műholdnak, ahol maguk a rádiómodulok is vannak, tehát rádiómodulnak a milyen featúrákat lehetne csinálni, amivel sokkal hatékonyabb a kommunikáció. Amikor teszteltek egy szoftver frissítést, tehát nyilván te vagy az ember, tehát amikor tesztelsz egy szoftver frissítést, akkor nyilván azt leteszteled valami modelljén a műholdnak. Na most a kérdés az, hogy neked igaz. Van egy digitális modelled, egy programod, ami úgy viselkedik, mint a műhold, vagy van egy konkrét hardware, egy másodpéldány? Mindig van másodpéldány, igen. Aha. Sajnos aha. A másodpéldányunk az nem teljesen teljes, és pont a rádiós cuccmányok hiányoznak belőle, remélem, aha. Hogy csak még, aha. Mert hogy kértünk abból is én working copy-t, vagy engineering modellt, vagy hívhatjuk bárminek, uh-huh. Egy olyan példányt, ami úgy igazából csak úgy össze van téve, oda rá kell dugni, és akkor működik, hogy azt a részét is ki tudjuk uh-huh. tesztelni. Tehát ilyen fedélzeti számítógép, GPS egység, ilyesmi az van. Uh-huh. Tápegység, hát ugye az is egy kicsit necces, mert ugye földön egy sötét szobába este, ugye például napelemeket viszonylag nehéz lenne szimulálni, uh-huh. Meg ahhoz tényleg akkor reflektorok kellenének, hogy azért az úgy nem biztos, hogy megéri, tehát az nincs, de néhány tápegység funkcionalitás, például kibekapcsolgatás, meg ilyen folyik egyszerű dolgokat, uh-huh. Árommérést, meg ilyeneket azért azt nyilván lehet uh-huh. földön is csinálgatni. De mondom, itt igazából ez a rádiós kommunikációs dolog, ami most a szűk keresztmetszet megbizonyult. Uh-huh. Tehát most, ha nagyon megerőltetjük magunkat, már pedig meg tudnánk erőltetni, akkor ilyen napi 1 megabájt, 1-2 megabájt nagyságrendű adatot simán le lehetne hozni minden további nélkül, valószínűleg akár még többet is, de nem kell. Tehát aha. Hál' Istennek azért ezek, hogy egy puty fölvillan, napi 1-2 fölvillanás, azért az nem hordoz, vagy nem tartalmaz annyi adatot.
Na most ez, ugye, igen, most visszakanyarodva a szörnyű képzavaromhoz a medencével kapcsolatban, tehát, hogy ugye az van, hogy nektek van kettő különböző műholdon vannak detektorok, igen. Most van-e már olyan adat akkor, vagy van-e olyan kutatás, vagy van-e olyan azon a listán, amit mutattál itt, vagy amiről beszéltél, hogy lajstromozva vannak a bárki által észlelt gamma felvillanások, amit mind a kettő eszközötökkel láttatok. Van ilyen. És hogy, van ilyen. És hogy alkalmas-e ez a kettő arra, hogy például az időadat van-e olyan pontos, vagy milyen módon lehet mondjuk használni ezt a két adatot arra, hogy, hogy leszűkítsétek azt, hogy milyen irány, hogy honnan jött a gamma felvillanás. Ez a kísérlet is ugye rajta van azon a listán, azon a bizonyos listán, sőt, igazából ez az egyik lényeges, ha úgy vesszük. Uh-huh. Most az az ötlet, hogy amint a Vözölőszat 2-re is fölmegy ez a szoftver frissítés, akkor az már teljesen egyforma környezetben, vagy hát a gyakorlati szempontból egyforma környezetben jön az adat, akkor kicsit bekapcsolunk egy... vagy akkor bekapcsoljuk azt az adatgyűjtési módozatot, ami egy kicsit nagyobb időfelbontást tesz lehetővé, mert nagyobb időfelbontásból mindig lehet kisebb időfelbontást csinálni, csak fordítva nehéz, és akkor elkezdjük az ez irányú munkálkodást. Uh-huh. És most egy másodperces ugye a maga az adatgyűjtésnek a periódusa, ennél egy kicsit azért jobban alá kell mennünk. Ugye maga ugye a földgolyónak ugye az átmérője, hogyha én időegységekben nézzük, hogy az a bizonyos igen. hullám ugye mennyi idő alatt ér egyik végéből a másikba. Az átmérője az ugye bocsánat, a sugara, azt tudom fejből, az 25 millisekundum körül igen. van, tehát az átmérője az a másodpercnek az egy huszad része. Igen. Ugye ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy nekünk ilyen sűrűn kell ugye mintavételezni, mert ugye magát a jelalaknak ugye az eltolódását ennél kisebb időfelbontással is simán ki lehet számolni, viszont az egy másodperc azért az kevés. Most maga a cuccmány egyébként, maga az adatgyűjtő, az most jelen formában 20 millisekundumos periodicitással tudna mérni, csak hát az tényleg annyi adatot termel, hogy hű. Tehát az így ebben a formában nem biztos, hogy megéri. De a lehúzás miatt nem éri meg, vagy neki is a fedélzeti energiaforrása szempontjából egy problémás? A fedélzeti tárhely. A fedélzeti tárhely. Na, az is egy ilyen érdekes dolog, mert két fajta tárhelyünk van. Van egy olyan memóriánk, ami úgy viselkedik, mint ezek a standard ilyen USB-s, pendrive-os, SSD-s adattárolók, csak végtelenszer, úgymond praktikusan végtelenszer újra lehet írni, nem az, hogy az ember ráír pár százszor valami adatot, és akkor utána tönkre megy. Tehát van ilyen adattárolónk is, most jelenleg csak ezt használjuk, és ez nem olyan nagy. Ebben két darab megabájt van. Viszont van egy sima flash-es adattároló is, amit még nem kezdtünk el beüzemelni, pedig ezt is lehetne használni, na az jóval nagyobb, tehát ez 64 megabájt egy csatornára, és ugye ebből kettő van. Ez ugyanaz a Vözölőszaton, meg a GRB alfán is. Úgyhogy most ezeken megy az adattárolás, ezeken tudjuk letárolni méréseket. Nyilván az majd sokat segít, hogyha a két adattároló egységet egyszerre tudjuk használni, és akkor amit így gyakran kell írogatni, az megy a két megás részre, amit csak úgy néha írogatunk, gyűjtögetünk, az meg mehet a másikra. És akkor így már össze tud állni. Tehát valószínűleg most ez lesz a következő. Sőt, egyébként ez, hogyha jobban megnézzük, ez fontosabb is. Most a fontosabb alatt azt értem, hogy persze jó lenne, hogyha a Vözölőszatos verzió is ugyanazt tudná, oké, persze, megcsináljuk, fölküldjük, oké, faszal működik, de hogy előbb inkább a GRB alfán kiteszteljük azt, hogy igen, akkor tud-e menni ez a 66 megabájtos történet, és hogyha tud menni, akkor oké, akkor örülünk, és akkor megcsináljuk, kiteszteljük, akkor megy mondjuk egy hétig, és hogyha minden fasza, akkor megy föl a Vözölőszatra is ugyanaz a verzió. Na most 3:45 van, úgyhogy ez az a pillanat, amikor megnyomom azt a kapcsolót, ami azt mondja, hogy klatty. Amint azt hallották is a kedves hallgatók, és ennek a kapcsolónak az átkattintása lehetővé teszi, hogy bárki beleszóljon a műsorba, hogyha fölhívja a
2010, hát most én nem látom kirakva a telefonszámot, pedig mindig itt volt, úgyhogy szerintem 215-37-73. Ott van. És ezt jól mondom, 215-37-73. Így igaz. 215-37-73-as budapesti előhívószám után tárcsázható telefonszámot, vagy hát tudom, hogy vannak, akik Máltáról, meg ilyen helyekről, meg Angliából hallgatják élőben az adást, akkor még azt is elég kell ütni, hogy plusz 36, de hát ez már ugye gyakorlott. Plusz 36, egy. Igen, hogy az már Budapest előhívószám része. Na, de hát közben azért mi gördüljünk tovább, tehát, hogy, ezt értem, hogy igazából az egész ötletnek, hogy nagyon sok pici, ami mindig annak idején Camelot névvel illettünk, hogy nagyon sok pici, ami egy rövidítés, eléggé elnemítélhető módon, nagyon sok műholddal körbeveszünk. Viszont cserébe te találtad ki. Igen, sajnos, igen. De amúgy ez még használatban van, vagy ez már... Tehát bármilyen szempontból. Ugye a Camelot az azt jelenti, vagy micsoda, hogy... Camelot. Hogy CubeSats applied for measuring and localizing transients. A transient, az a transziens része a gamma felvillanásnak, ami ugye nehéz elkapni, amikor elkezd felvillanni a gamma, ugye? És igen. Akkor és akkor az, amit úgy nehéz elcsípni, mert nem szól előre, hogy most föl fogok villanni, hanem pont, hogy ugye tök érdekes lenne rendesen megnézni egy gamma felvillanást, csak általában a NASA-nak például a marha nagy gamma izéje, a Compton gamma űrtávcsöve, meg ilyenek, ami akkora, mint ez a szoba, ugye, ahol ezt az adást küldjük, tehát azt a Space Shuttle-el vitték fel annak idején, tehát az nyilván egy remek jószág volt, de az nem tudja azt, hogy előre oda forduljon, és akkor ezért volt az ötlet, hogy kocsmában felmerült, hogy mennyire jó lenne, hogyha viszont nagyon, nagyon buta, de rengeteg pici műholddal teleszórnánk a föld körüli pályát. Ennek igen, a proof igen. of conceptje amúgy a GRB alfa, és igen. akkor ezzel az általad említett módon, hogy az időkésésekből amúgy az, hogy melyik műholdat mikor ér el az a gamma felvillanás, vagy mikor ér el a úszómedencében a hullám, ahogy itt terjed, akkor abból ki lehetne okoskodni ügyesen és okosan, hogy az honnan jött. És ugye nyilván az a Szent Grálja a dolognak, és itt rímel a Camelotra, hogy a Szent Grál keresés, ugye, hogy a Arthur király meg minden, ugye? A brittek, kik vagytok? Igen, ja, majd itt az ideje, hogy megnézzük megint a gyaloglopot is, mert azt nem tudjuk még fejből. A elég gyakran nézzük igen, meg, igen, úgyhogy... Na, szóval az van, hogy az a helyzet, hogy ez tök jó lenne, és ez a Camelot koncepció, és az a kérdés, hogy most ezt hogy látod ennek a hosszú távú jövőjét? Tehát, hogy van-e ember tömeg, akit erre rá lehet venni. Hát, mert nyilván aztán a legjobb, ha potya utasként mennének ezek a detektorok. Tehát nekem mindig az volt a fixa ideám, hogy az Elon Musk-kal kéne megbeszélni, vagy valamelyik ilyen céggel, ami tele akarja szórni ilyen műhold seregekkel a föld körüli pályát, ilyen több tízezer, mit tudom én mi, hogy ha már csillagászok folyamatosan teljes joggal szídják a Starlink nevű műholdrendszert, akkor legalább legyen rajta mindegyiken haszna. Egy picit gamma detektor, és akkor... Hát egyébként még az se kizárt, hogy van. Ja. Tehát azért ezt ugye tegyük hozzá. Aha, mert ugye a gamma detektorokat sem azért lőtték fel az űrbe, hogy, hanem azért, mert. Ugye, igen. Mint azt tudjuk. Igen. Tehát azért ez simán lehet, hogy... De aki nem tudja, annak elmondjuk, hogy ez a hiányos mondatnak a hiányzó részei, azok arra utalnak, hogy azért küldték fel őket, hogy az hidegháború idején a 60-as években, hogy megfigyeljék a szuperhatalmak az egymás atomrobbantásait. Igen, igen. És a különös tekintettel a felső légköri atomrobbantásokra, amiket akkoriban csináltak, tehát a 60-as évek elején még az űrben csináltak atomrobbantásokat. Igen, igen, ilyen sarki fénygenerátor havájút meg ilyenek. Igen. Na és akkor ugye az van, hogy és akkor így fedezték fel véletlenül a gamma felvillanást, mint akárhogy nézték az adatokat, kiderült, hogy hát ez nem lentről jött, hanem föntről. Igen. És akkor így, igen. Na igen, szóval, hogy igen, és akkor végül is nem kizárható, hogy most is tele van a föld körüli pálya gamma detektorokkal. Tehát igazából a Camelot ötlete, az tulajdonképpen lehet, hogy már meg is valósult, csak éppen nem jut el hozzánk, vagy hozzátok. Vagy hát a így is lehet mondani, igen, tudományos igen, igen. Tudományos közönség. Jó, nem, ez nyilván nem ez az elsődleges dolog, amire az ember beszél, de azért úgy mégiscsak vicces, mert azért ezek a detektorok nem olyan nagyok, el lehet jól helyezni, hogyha kellően homogén módon leszórod a föld környezetét, akkor az viszonylag jó, de lehet, hogy egyszerűen csak annyi a cél, hogy tényleg monitorozzák, hogy van-e valami csúnyaság valahol.
ugye a Velánál még például az is volt egy ilyen, hogy az nem alacsony földkörüli pályán keringett, hanem jóval nagyobb. Igen, a Vela az emlegetett 60-as években amivel fölfedezték az első gamma. Igen, igen, hogy ott például olyan ötlet is fölment, hogy benézzenek vele a hold mögé. Aha, hát ha ott robbantgatnak hát, a szovjetek. Pontosan, igen, igen. Aha. Igen, Amerikában is voltak olyan tervek még az 50-es években, hogy kéne csinálni egy hidrogénbomba robbantást a Holdon. Ez mennyire menő lenne. Ez egy látványos dolog lenne, hogy látnák az emberek, hogyha mondjuk a Holdnak azon az oldalán villanna, ami sötét. Mondjuk éppen új holdkor mondjuk, és akkor hirtelen meglátnád a Holdat, mert annyira fényes lenne, aztán elhalványulna. Hogy akkor ez azért tényleg rajta volt a listán? Volt ilyen terv, igen, hála jó Istennek azért, ez meg egy ilyen korai dolog, tehát, de benne van az internetben az a tanulmány, ami ezt a projektet vizsgálja, úgyhogy igen, ezzel bizony az amerikaiak is foglalkoztak. Szerencsére és azon kívül, semmi. Hogy egy érdekes megfigyelés lett volna, mint egy látványos, hogy fölvillan meg ilyenek, azon kívül lett volna bármi értelme? Hát egy elrettentő ereje lett volna így presztízs szempontból, hogy de amúgy szerintem nem. Tehát én szerintem nem lehetett volna ebből tanulni. Most lehet, hogy tehát nem tudományos okok motiválták, amúgy szerintem az mindig érdekes, amikor az ember megfigyelheti, hogy keletkezik egy kráter frissen. Tehát amúgy ugye planetológiai szempontból az egy érdekes dolog, ugye most is ebben a kisbolygó eltérítéses történetben amúgy nyilván az egy érdekes eset, hogy majd ugye két év tényleg múlva... egyébként oda is ment egy CubeSat. Így van. Aminek a Vici a Cube. Az olasz... lett volna a feladata, vagy az a feladata, hogy fotózza le. Igen. És lefotózta? Igen, igen. Tehát az úgy volt, hogy ugye az amerikai űrszonda nekirepült a hogy hívjáknak, a kis bolygónak, és akkor utána a néhány nappal korábban levált róla a Vici a Cube nevű olasz fejlesztésük is. Szerintem 6-egységes CubeSat, ami egy ilyen cipős doboz méretű, és akkor az néhány perccel később élt oda, és akkor már rögtön le tudta fényképezni, és másnap le is küldte a képeket, tehát nem túl jó minőségűek a képek, de azért az fényesen látszik rajta, hogy tényleg valami van, de nyilván ott majd a részletesebb tanulmányozás az akkor jön a 2024-ben, az ESA oda küld egy keringő űrszondát, ami majd alaposan megnézegeti ezt a dimorfot. Igen, pontosan ugyanoda, hogy megnézze, mert ezt mondom, ez egy ennyire érdekes dolog, hogy néz ki egy frissen keletkezett becsapódásnak a nyoma. Tehát, hogy ez egy... Hogy mik vannak? Igen. Na jó, de igen, de mondom még egyszer, nem hiszem, hogy az 50-es évek amerikai katonai agymenéseit ez befolyásolta volna, vagy motiválta volna. Aztán szerencsére jött az egész űrbeli atomkísérleteket tiltó egyezmény a 60-as években. Igen. És akkor onnantól kezdve nemhogy a hold túlsó oldalán, de még a felső légkörben sem. Tehát a felső légkör az gyakorlatilag az űr. Tehát azt hívjuk felső légkörnek, nem az, hogy 20 kilométer, nem. Tehát ami olyan 100-200, tehát ez több száz kilométer. Tehát pont az a magasság, ahol keringenek mondjuk az űrhajók, vagy nemzetközi űrállomás, hogy olyan magasságokban történtek ezek a úgynevezett felső légköri, hát gyakorlatilag mondjuk úgy hétköznapi szó használtam, hogy űrbeli atomkísérletek. De hát ugye ezeket már szerződés tiltja. Úgyhogy most már igazából a gamma csillagászoknak ennyivel jobb a dolga. Igaz persze, hogy a földi atomrobbanások is csinálhatnak gamma fotont, ami fölmegy. Vagy a villámlások. Vagy a villámlások, így van, igen. Ugye? Tehát ez is egy külön szakág, és ezt ti például hogy tudjátok szétválogatni? Tehát, hogyha a GRB alfa küld valami jeleket, oké, azt mondtad, hogy a napkitöréseket beazonosított, hogy ja. Igen, azért annak határozottan más alakja van. Igen. Ja, értem. Uh-huh. Tehát azt azért lehet sejteni, hogy még akkor is, hogyha még nincs megerősítve, hogy ez valójában egy napkitörés volt, akkor is azért úgy már a jel alakból lehet sejteni, hogy a gamma felvillanásnak mindig van egy viszonylag éles felfutása az elején. Ugye a napkitörés az meg jó, vagy szépen így kicsit így nő, aztán szépen így visszamászik. Az időskála is úgy kvázi hasonló, de azért az nem teljesen ugyanaz. Uh-huh. Ja, hát jól van. Úgyhogy... Most úgyhogy hát majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Azért úgy rajta van a listán, persze. Ugye azért persze az egy jó dolog, hogy sok kis műholddal szórjuk tele a Föld környezetét, ami ilyesmi tudományt csinál. Tehát ez nagyon jó, de ott azért ez egy fontos szempont kéne legyen, hogy ezek a műholdak legyenek hasonlóak. Aha. Ugye már itt is az, hogy a Guzulószat, meg a GRB alfa, meg a GRB beta, azért az mégiscsak három
egészen különböző rendszer, és nem is a elektronikai, meg szoftveres, meg ilyen szempontból érdekes az, hogy különböző, mert az igazából áthidalható, úgy veszük, csak más a műholdnak a kialakítása, más, hogy helyezkednek el rajta a detektorok, más az irányérzékenysége, tehát az összes ilyen tulajdonsága azért az más. Aha. És pont ez lenne a jó, hogy oké, hogy műholdakkal érzékeljük, de azok a műholdak azért legyenek viszonylag hasonlóak egymáshoz. Tehát igazából ezért az a cél, hogy oké, itt egy műhold, ott egy műhold, arra meg kéreckedjünk föl, és akkor ez nem rossz, persze, tehát ez így lehet tovább haladni. De az igazi az lenne, hogy na, oké, tessék, itt van a keret, legyen mondjuk 12, és akkor az a 12 műhold, az menjen föl 4 különböző pályára, és az se lenne baj, hogyha nem menne át a poláris öveken, mert akkor azért jóval többet tudnának mérni. Az már itt nem feltétlenül jó, hogy mindegyik egyenlítői pályán keringjenek, mint ugye ezek a nagy gamma távcsövek, és hogy ne menjen bele még a délatlanti anomáliába se, az nyilván nem lenne jó, mert akkor pont ezt az időzítésen alapuló kísérletet nem lehetne megcsinálni, mert ugye már teljesen más lenne ugye a térbeli lefedettség. Tehát azért valamit valamiért, de hát ez van. Igen. Úgyhogy... Meg még az se lenne rossz, egyébként, ha már említettük itt a Lichia Cube-ot, meg egyébként említhetnénk azt is, hogy azért még a maradék 3 percben, hogy ugye holnap után, ha minden igaz, szerdán, most már aztán tényleg megpróbálják elindítani a NASA nagy rakétáját, amiről sokat beszéltünk, az SLS-t. Szerdán reggel. Tehát már csak 2 nap? Igen. Hát de persze sose szabad nekik hinni, de a lényeg az, hogy azt mindenki tudja már, főleg a szokolébresztő rendszeres hallgatói, hogy itt ugye az a feladat, hogy az amerikai holdi utazáshoz tervezett űrhajót ember nélküli kísérleti repülésen elvigye a hold körüli pályára, aztán vissza, de például ez is visz magával CubeSatokat, nem is keveset. Igen. Na most igazából, meg ugye mondtuk a Lichia Cube-ot, tehát hogy igazából már egyre gyakrabban jelennek meg a föld körüli pályán túli világban is a CubeSatok, tehát igazából a gamma bizniszben is valószínűleg tök jó lenne, hogyha egy olyan is lenne, ami mondjuk a hold térségébe eljutna. Persze, ez... Az más kérdés, hogy egy ilyen kis műhold mennyi adatot tudna leküldeni. Na ez az, igen, mert hát az a rádió... Mert ez konkrétan pont az Artemis-szel induló kis CubeSatok kapcsán olvasgattam én is azt, meg küldtek át mindenféle érdekes cikkeket, hogy egy-két ilyen kis műholdat rádióamatőrsávba is lehet venni, ahol 31 darab bitet küldenek le másodpercenként, olyan sebességgel tudnak ezek valamit úgy prüntyögni, ilyen fázis modulált kommunikációval, hát azért az nem sok. Jó, igen, de hogyha igazából meg lehet, de igazából ez szoftver kérdés, mert hogyha már a fedélzeten meg tudja csinálni az előszűrést, egy jövőbeli verzió, hát, hogy mondjuk csak azokat a jelenlakokat, meg időbélyegeket küldje le, amit ő érdekesnek talál. Az, hogy egy perc alatt leküldünk 100 bájtot, hát igen, 100-200 bájtot, az már úgy nem rossz, persze, aha, tehát abszolút az már valami. Igen, ebbe is vannak kihívások. Hát mindesetre lehet ezzel mit fejlesztgetni még. Tehát igen, meg hát amúgy egyébként nem is feltétlenül az a cél, hogy rádióamatőrök vegyék. Tehát lehet, hogy olyankor meg lehet dumálni valami rendesebb tányérokkal a vételt. Igen. Na, hát ez messzire vezet, viszont ugye az adás időnek a vége felé haladunk, olyannyira, hogy mindjárt véget is ér, tehát akkor még, hát ilyenkor elmondok néhány ilyen kötelező információt, tehát hogy a Szokolébresztő ez a Szokolébresztő című műsor, és a Szokolébresztő című műsornak van honlapja, aminek túl meglepő módon az, hogy szokolébresztő.hu, ami egyébként a Parallaxis podcast univerzumnak egy aloldala, és ugye nekünk van a testvérműsorunk, a Parallaxis Podcast, ami nem a rádióban van, viszont a YouTube-on, a SoundCloud-on, meg mindenhol ilyen helyeken, amiket én nem is ismerek, iTunes, mit tudom én, tehát mindenhol ott van. Úgyhogy ezt érdemes keresni, mert mindenféle érdekes téma kerül ott is terítékre, ami nem ennyire szorosan kötődik az űrkutatáshoz, de amúgy a mai az például különösen egy hardcore adás volt a Szokolébresztőben, most ehhez képest a Parallaxis podcastok azok némileg lájtosabbak ilyenkor, de most például egyébként múltkor ott is arról volt, témázgattunk, hogy milyen lesz majd, ha az emberek jól oda költöznek a holdra. Na igen, szóval ilyeneket lehet arra felé találni. Sokáig tart, míg visszaér egy képeslap. Így van. Na jó. Hát lehet, hogy nem olyan sokáig, mint az Antarktiszról. Amúgy igen, pont azon pörögtünk ott. Így van.
Na jó. Hát lehet, hogy nem olyan sokáig, mint az Antarktiszról. Amúgy igen, pont azon pörögtünk ott is, hogy mennyire vethető össze ez a holdbázisos téma azzal, hogy ugye vannak az Antarktiszon ezek az állandóan lakott ilyen McMurdo, Vostok bázis, vannak ezek a Amundsen Scott bázis. Nem is az, hogy állandóan lakott, hanem az, hogy mit csinálsz ott a március és szeptember igen, között. Így van. Hát vannak az áttelelők. Igen, ugye? Igen. Igen, magyar fizikus kollégina is volt ott áttelelni, ugye. Amikor mi nyaraltunk. Igen, hát igen, jó, hát kinek mi. Na jó, oké. Frányaföld. De a lényeg az, hogy 10:00 van, tehát berekeztjük a mai szimpóziont. Nagyon szépen köszönöm a részvételt Pál Andrásnak, aki az állandó szakértőnk, illetve műsorvezető társamnak is kinevezhetjük gyakorlatilag. És akkor viszont az a helyzet, hogy a szokolébresztő véget ért, 2 hét múlva jövünk vissza, nem tudom még mivel, de azért nagyon izgalmas dolgok fognak addig történni, főleg ha ez az Artemis-hez valóban beindult, tehát nyilván akkor majd a téma adja magát, de hát majd azt is követjük. Jaja. Na köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, további szép napot és jó hetet kívánok. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. Hamarosan jön a következő rész.